Sziasztok, Huni vagyok, ma építkezni fogunk a 2003-ban évjátéka címet nyert Alhambrában. Lássuk, hogyan kell játszani. Az Alhambrában a játékosok a saját morépítésű erődjüket, vagyis Alhambrájukat fogják megépíteni. Ehhez a játékosoknak fel kell használni különböző épületlapkákat, amelyeket előbb meg kell vásárolni. A játékosok négyféle pénznemmel találkozhatnak az Alhambrában. Guldennel, dirhammal, dénárral és dukáttal. A játékosok körük elején ezekből a pénzekből fognak felvenni különböző lapokat, és ezekre fogják majd megvásárolni azokat az épületlapkákat, amelyeket majd később beépítetnek a morépítésű erődjükbe. Mielőtt elkezdődne az építkezés, minden játékos kapni fog egy jelölőt, amelyet lehelyez a pontozó táblára. Itt fogjuk számolni a játék során a pontokat. Továbbá minden játékos kapni fog magának egy kezdő szökőkútlapkát, ehhez fognak csatlakozni majd a különböző épületek. Végül, de nem utolsó sorban, véletlenszerűen a játékosok annyi pénzt fognak kapni, hogy több legyen nekik kezdésből, mint 20. 2, 3, 9, 17 és 26. A kezdő osztás során a játékosnak teljesen mindegy, hogy milyen érmék jutottak, és az is, hogy mennyi az összértékük. Az a lényeg csak, hogy legyen több, mint 20. Így lesz olyan játékos, aki többel fog kezdeni, és van, aki kevesebbel. Például valakinek 26 lesz, valakinek pedig csak 21. A pénz hátránya kezdetben nem akkora probléma, ezért nem kell aggódni annyira miatt. Miután megvagyunk a pénzek kiosztásával, elosztjuk a megmaradt paklit 5 részre. Ezekbe fogjuk majd belekeverni a pontozó lapokat. Pontozó lapok kerülnek az első és negyedik pakliba. Ezeket megkeverjük, és ezután pedig az egészet egymásra helyezzük. Azért kell a pontozó lapokat ilyenféle módon elhelyezni a pakliban, hogy késleltessük a pontozást. Ha már az első lapok között feljönne a pontozás, akkor nem igazán lenne még, amit pontozzunk. Továbbá a játékosok kapni fognak egy olyan táblát, amin megtalálható az összes pontozás. Ezen a táblán fogják gyűjteni a játékosok azokat az épületeket, amelyeket bár megvásároltak, de még nem szeretnének leépíteni az Alhambrájukba. Miután ezekkel megvagyunk, feltöltjük a piacot és elkezdődik a játék. Először felhúzzunk a húzópakliból véletlenszerűen 4 pénzérmét, és ebből a kis tasakból pedig 4 épületlapkát. Egy épületnek mindig annyi az ára, amennyit mutat a lapka. Jelen esetben például ez 8 dukátot ér. Ez 8 dirhamot, ez 8 guldent és ez 5 dinárt. Az épületekért mindig olyan pénznemben kell fizetnünk, ahova lekerültek a lapkák. A játékosok körükben mindig 3 akció közül választhatnak, amelyből egyet kötelezően végre kell hajtani. Az első akció az, hogy elvesznek pénzt a központi tárolóból. Pénzt úgy lehet elvenni, hogy elvehetünk több kártyát is, meg egy kártyát is. Akkor vehetünk el több kártyát, hogyha az összegük nem haladja meg az 5-öt. Tehát például én nyugodtan elvehetem ezt a 3-ast és ezt a 2-est. Hogyha olyan lapot veszünk fel, amelynek az értéke meghaladja az 5-öt, akkor csak egyetlen egyet vehetünk, például ezt a 7-est. A második akció az, hogy vásárolhatunk a piacról. A vásárlás során mindig abban a pénznemben kell fizetnünk, amit mutat a megvásárolandó épület mellett. Például ezt az épületet én 8 dukátért tudom megvenni. A játék érdekessége viszont az, hogy nem muszáj pontos pénzzel fizetnünk. Tehát én például ezt az épületet 8 dukát helyett megvehetem 11-ért is, hogyha például nincsen nekem pontos pénzem. A pontos pénzzel az a jó, hogyha valaki pontos pénzzel vásárol, például evel a 6-ossal és 2-vel, akkor kap még egy ingyen akciót, amit felhasználhat bármire. Ha egy játékos viszont nem pontos pénzzel fizet, akkor megveszi a lapkát és befejezte a körét. Visszajáró nincs. Ezért nagyon fontos megjegyezni a játékosoknak, hogy pontos pénzért nagyon jó dolog fizetni. Akkor nem fizetünk pontos pénzért, hogyha egy épületet nagyon-nagyon meg szeretnénk szerezni, és el szeretnénk vinni a másik játékos óra elől. Ekkor viszont persze tudnunk kell, hogy nincsen visszajáró, és az is lehet, hogy kétszeres összeget fizettünk egy épületért. Miután egy játékos megvásárolt egy épületlapkát, azt azonnal leépítheti, ebben az esetben figyelembe kell venni különböző építkezési szabályokat, vagy elteheti magának tartalékba. 5 fontos építkezési szabály van, amit a játékosoknak szem előtt kell tartaniuk. Az első szabály az, hogy nem szabad az lapkákat átóba lehelyezni.
Egy lapka mindig egy teljes oldalával kell érintkezzen egy korábban lehelyezett lapkával. A másik fontos szabály, hogy a lapkákat nem szabad fordítgatni. Minden lapkát úgy kell lehelyezni, hogy szembe legyen, és látszódjon normálisan az épület és a pontozás rajta. Tehát például ezt a lapkát én nem helyezhetném le így. A harmadik szabály, hogy az összes lapkát gyalogosan meg kell lehessen közelíteni a szökőkúttól. Tehát például én, ha lehelyezem ezt a lapkát így, akkor bár az építkezés úgy tűnik, hogy helyes, de mivel a szökőkúttól gyalogosan nem lehet elmenni ehhez az épülethez, mert itt fal van, ezért így se szabad leépíteni ezt a lapkát. A negyedik szabály, hogyha egy olyan lapkát szeretnénk leépíteni, ami már fal van, akkor az kötelezően kell érintsen egy másik falat. Például így. Végül, de nem utolsó sorban nem építkezhetünk úgy, hogy bezárunk egy üres területet. Például így. A játékosok a harmadik akciójukat felhasználva átépíthetik a teljes Alhambrájukat. Például nem tetszik a játékosnak az, hogy ezt ide építette le, ezért nyugodtan ezt a lapkát felveszi és lehelyezi a játékos táblájára. Továbbá, hogyha valakinek van a játékos tábláján már egy meglevő épület, amit korábban vásárolt, azt nyugodtan elhelyezheti az Alhambrájába. Ha pedig a játékosnak van már egy korábban félretett épületlapkája, akkor azt felcserélheti valamelyik lent lévő épületlapkával. Például ezt evél. És így tovább. Miután előbukkant az első pontozó lapka, elkezdődik az első pontozó fázis. A játékosok ilyenkor számba veszik azokat az épületeket, amelyeket már leépítettek. A legtöbb kék, piros, barna, fehér, zöld és lila épületért pontokat szereznek a játékosok. Tehát, hogyha például valakinek van két épülete a kékből, és a többi játékosnak csak egy van, akkor ő kapni fog egy pontot. Hasonlóképpen, hogyha valakinek például három épülete van a lilából, és a többieknek ennél kevesebb van, akkor ő kapni fog 6 pontot. A játékosok pontozó tábláján látszik az egész lebontás. Az első pontozás során csak azok a játékosok fognak szerezni pontot, akiknek egy-egy épületlapkából a legtöbb van. A második fázis esetén pedig kapni fog az első is, és a második is. Tehát az elsőnek van, tegyük fel, 3 épülete, ő kap 8 pontot, a másodiknak van 2, és ő kapni fog 1-et. A harmadik pontozó fázisban pedig az a játékos is fog kapni, akinek a harmadik legtöbb épülete van. Emellett a játékosok kapni fognak pontokat a falakra is. Minden pontozó fázisban a játékosok megnézik, hogy melyik a leghosszabb összefüggő faluk, és azt lepontozzák. Ebben a városban jelenleg 3 fal található. Található 2 egyes és 1 hármas. Így a hármast fogjuk venni, és 3 pontot fog kapni ez a játékos. Tehát 1, 2, 3. Mindig a leghosszabb fal pontozódik. Miután a játékosnak lejárt a köre, feltöltjük újra a piacokat. Az épületlapkákat, és a pénzérméket is. A játék akkor ér véget, amikor fel szeretnénk tölteni a piacokat, de már nincs elegendő lapkánk. Ekkor elkezdődik a harmadik és utolsó pontozás, amely során a játékosok megtudják, hogy ki volt a legjobb építő. Térjünk vissza erre az egész pontos pénz, nem pontos pénz dologra. Tehát akkor kaphatunk egy újabb ajándék akció lehetőséget, hogyha a vásárlás során pontos pénzzel fizettünk. Ezt 4-szer tudjuk megtenni a körünk során, tehát azt jelenti, hogy ameddig valaki, aki nem pontos pénzzel fizet, csak egy akciót hajtott végre, addig aki pontos pénzzel fizet, tegyük fel 4-szer fizet pontos pénzzel, az összesen 5 akciót vihet véghez. Tehát egyet kezdésből, és 4-et még a pontos pénzzel való vásárlásáért. Tehát ezért nagyon fontos megfigyelni azt, hogy milyen pénzeket használunk fel, és miket vásárolunk meg vele. Tehát nem csak az épületekért fog menni a harc, hanem a pénzekért is. Azért, mert nem mindegy, hogy kinek milyen pénz van a kezébe, és nem mindegy tényleg, hogy te vársz egy épületre, amit nagyon meg szeretnél venni, azt mondod, hogy inkább nem vársz a pontos pénzre, kifizeted, de az előtted levő játékos felvásárolja az egész piacot azért, mert ő ügyesen gazdálkodott a pénzével. Ezért mondtam a videó elején, hogy nem feltétlen az a fontos, hogy kinek mennyi pénze van a játék elején, hanem hogy ki tudja jobban beosztani a pénzérméket. Ki tudja jobban csoportosítani az árakra megfelelően a pénzeit, és ki tud felvenni olyan kártyákat, ami tényleg segíthet abban neki, hogy a következő fordulóban pontos pénzzel fizessen. Ami az építkezést illeti, a játék nagyon hasonlít a szintén évjáték a díjat nyert Carcassonne-ra.
A különbség annyi, hogy itt egy picivel jobban meggondolhatjuk azt, hogy hogyan építkezzünk. Ha pedig valamit elrontottunk, akkor nyugodtan felhasználhatunk egy akciót és újraépíthetjük az egész Alhambránkat. Az Alhambra egy kicsivel elgondolkodtatóbb játék, viszont nagyon érdekes és ajánlom mindenkinek. Örülök, hogy velem tartottatok, remélem tetszett a bemutató, találkozunk a legközelebbi részben, sziasztok!